Ahol eddig zene szólt és táncosok léptei dobogtak, a közönség élvezettel figyelte az előadást, most kopácsolás, fúrás, faragás zajlik. A székek helyét munkapadok foglalják el, és szerszámok hevernek az asztalokon. Nagy a sürgés a Petőfi Művelődési Házban, hiszen a hideg idő beállta előtt el akarnak készülni a korszerűsítés következő elemével, a fűtésrendszer megújításával. A munka szerves része annak a folyamatnak, mely az intézményt a lehetőségekhez mérten egy városi műfázzal szemben elvárható állapotba hozza. Itt az iroda nagyjából elkészült, megkaptuk az új vezetékeket, illetve a radiátorokat, amelyeknek nagyon örülünk, és a fűtés korszerűsítés javában folyik a Petőfi Sándor Művelődési Házban. Hogyha kimegyünk, láthatjátok, hogy a nagy teremben javában folyik a munka, de az egész házban láthatók a pozitív változások. Ez most nyilvánvalóan egy kis felfordulással jár, illetve türelmét kell kérnünk azoknak a csoportoknak, egyesületeknek, kluboknak, amelyek itt tartották a próbáikat, rendezvényeiket, összejöveteleiket, de bízunk abban, hogy egy másfél héten belül újra rend lesz a Művelődési Házban, és akkor már sokkal optimálisabb körülmények között tudnak ők is itt dolgozni velünk. Az az igazság, hogy nagyon időszerű volt a fűtéskorszerűsítés a Művelődési Háznak. Az volt az alapvető probléma, hogy amikor ezt megcsinálták évtizedekkel ezelőtt, akkor nem gondoltak arra, hogy szakaszolni kellene. És így nem volt lehetőségünk arra, hogy mondjuk amikor az irodát fűtjük, mert itt dolgozunk, akkor teszem azt, szabályozzuk a nagyterem, a színházterem fűtését. Ennek következtében azért egy-egy ilyen téli hónapban hatalmas összeg lett a fűtésszámla, a gázszámla, és hál' Istennek ennek a beruházásnak a következtében, hát jócskán fog ez csökkenni, és ennek mi nagyon örülünk. A csoportok egyelőre vadszünetet tartanak, vagy a város más közintézményeibe szorítanak maguknak próbahelyet. A Petőfi Sándor Művelődési Ház korszerűsítésére a tavalyi esztendőben 4,4 millió forintot költöttek, amikor a villamos hálózatot újították meg. A mostani fűtéskorszerűsítés 12 millió forintot emészt föl az éves költségvetésből.